Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Kovács András az Origo főmunkatársa már is vonalban van. Szia András, szép jó reggelt! Elnézést a késésért, üdvözlöm a kedves nézőket, akik már a híradóba várnak, akik már a híradót várták. Andrással való beszélgetésünk a híradó szerves részét képezi ma, tehát a híradó nem 15 perc, hanem András beszélgetésével majdnem 25 perc lesz. Szia Andris, mit szólsz az Üdvözlöm a nézőket! Mi volt a hét legfontosabb eseménye, ami szerinted érdemes említésre? Hát egyértelműen Ursula von der Leyen újraválasztása, mint az Európai Bizottság elnöki posztjára. Mindenki erre várt, hogy vajon meg lesz-e neki a szükséges 361 szavazat. Végül a baloldali pártok összefogása révén 401 szavazatot sikerült összegyűjtenie. Kíváncsian várjuk, hogy milyen testületet fog majd felállítani. Itt fontos tudni, hogy ez nem a következő hetekben, hanem a következő hónapokban fog eldőlni. Megkezdődnek a tárgyalások uniós kormányfőkkel, és kiderül, hogy melyik országnak milyen portfóliót fog adni. Úgyhogy kíváncsian várjuk ezeknek a tárgyalásoknak a végét. Tehát tulajdonképpen még hónapokon keresztül Magyarország nem megbecsülése, lenézése továbbra is a hírek első oldalán fog szerepelni? Teljesen biztos, hogy a uniós elnökségünk által kiváltott vihar, az nem fog lecsitulni a következő hónapokban. Még akkor sem szerintem, hogyha most nyári szünetre mennek majd ugyan a megválasztott képviselők, de ezzel való foglalkozás, nyilatkozatok szerintem a következő hetekben is folyamatosabb lesznek. Igazából újdonságot nem hallottunk eddig egyik féltől sem. Ugyanazokat a paneleket mondják ezek a szereplők, mint az elmúlt években. Kérdés, hogy a új bizottságban milyen szereplők lesznek, és ők vajon van esély arra, hogy változzon ez a hozzáállás. Ugye azt ne felejtsük el, hogy most Olaszország esetében például olyan biztos lehet, aki például Magyarországon nem olyan ellenséges, látjuk, hogy az olasz kormány pártok nem szavazták meg Ursula von der Leyent, ők sem. Úgyhogy látjuk, hogy Szlovákiában is... Az olasz miniszterelnök sem szavazta meg? Úgyhogy kíváncsian várjuk ezeket a szereplőket, hogy ők milyen portfóliót kapnak, és mit fognak nyilatkozni majd. Értem. Ugye itt volt Szlovénia államelnöke tárgyalásokat folytatott, és azt mondta az ország elnökénél tett látogatáson, hogy Magyarországot soha nem fogják cserben hagyni. Ezt hogy kell érteni? Szerintem itt arról van szó, hogyha olyan szavazás lenne az Európai Unióban. Ugye többen az európai parlamenti képviselők közül most is felvetették a Orbán Viktor békemissziója után, vagy folyamata során, hogy Magyarország ellen a 7-es cikkét most már tényleg életbe kéne léptetni, ami ugye a szavazati jog megvonását jelenti első körben. Én úgy értem, ez a szlovák elnöknek a szavait, hogy ők ezt nem fogják megszavazni. Ezt nem fogják megszavazni, hogyha erről az uniós kormányfők tanácsában voksolás lenne. Ez jelenti azt, de én hasonlót nyilatkozott korábban az olasz miniszterelnök is, valamint emlékeim szerint talán még Hollandia. Az új holland kormány is se hajlik arra, hogy egy ilyen eljáráson igennel voksoljunk. Értem, tehát akkor elképzelhető, hogy nem a bizottság elnöke fogja a passzát szelet fújni? Hát eddig is a szerződések szerint nem neki kéne fújnia. A legfontosabb szerv a kormányfők tanácsa. Ők döntenek a legfontosabb kérdésekben, ahogy eddig is. Uniós alapszerződés módosítására ugye meg semmi esély nincsen, mert ugye az a 27 tagállam egyöntetű szavazatra kellene. Én nem látok most olyan közös pontot, amiben ez a 27 ország meg tudna egyezni, és itt még hagyjuk is a közép-európai értékeket. Szerintem már Nyugat-Európán belül is se jutnának dűlőre egymással. Hát gondolom, hogy a francia és a német vezetés között a
harc tovább folytatódik, hogy ki a fontosabb, és ki fújja a passzát szelet. Az biztos, ráadásul. Ez a két ország olyan szempontból hasonló helyzetben van, hogy van egy kormánypártja, amelyiknek a támogatottsága, fogalmazunk, hogy nem túl nagy. Jelentős legitimációs válság van, Németországban jövőre választások lesznek, ugye legkésőbb szeptemberben, addig pedig nagy kérdés, hogy hogyan sikerül ennek a koalíciónak működnie. Franciaországban meg egy folyamatos kormányválságokra lehet számítani most a következő időszakban. Senkinek sincs többsége, és a nagyobb blokkokon belül is ugye több kisebb pártoztozik a mandátumokban. Tehát, hogy fogalmazunk, hogy átláthatatlan a helyzetet. Értem. András, azt magyaráz meg nekem, hogy a Magyarországon megválasztott európai parlamenti képviselőktől mi várható? Várható egy valamilyen változás, hogy összefognak és a maguk módján Magyarország érdekeit szolgálják? Hát én nagyon bízom benne, hogy igazad lesz, és nem látjuk majd azt az egészen. Én igazából 2010-10-10-hez tenném a választóvonalat. Addig azért nagyjából a kinti LP képviselők próbáltak egymással, köszöntek egymásnak. Volt valamilyen kooperáció köztük, de 2010 után ez jelentősen megváltozott. Főleg az ellenzék használja arra, baloldali ellenzék használta arra a uniós terepet, hogy valamilyen szinten revansot vegyen a kormányon. Ráadásul ugye az uniós testületekben, főleg a parlamentben ugye folyamatosan baloldali többség volt 2010 óta is, még ugye Magyarországon nem. Hát most egy új helyzet van, ugye van egy olyan a ellenzéken belül, ugye a legnagyobb csoport, aki kint van az Európai Parlamentben, ők ugye nincsenek itthon. Itthon benne a parlamentben. Tehát ez egy nagyon érdekes helyzetet teremt. Meglátjuk, hogy ők mire használják ki ezt a mandátumokat a következő két évben. Itt azért mondok két évet, mert ugye két év múlva ez parlamenti választás itt van, és akkor minden bizonyára ez a párt a mostani felgyérések alapján stabil szereplője lesz a következő parlamentnek. Ha csak addig el nem kopnak. Tessék? Ha csak addig el nem kopnak. Igen, igen, meglátjuk. És hát ugye van két parlamenti párt, a Mi Hazánk és a DTL-en a képviselőjek, mint a Európai Parlamentben. Hát én tőlük nem számítok semmilyen meglepetésre, hogy a demokratikus koalíció már láthatóan folytatja ugyanazt a politikát, mint eddig, és a Mi Hazánktól se várok. Azzal a különbséggel, hogy semmiféle funkciót nem kaptak. Igen, igen, hát ők nagyon kevesen vannak, két fő a DK részéről, egy a Mi Hazánk, de nem hiszem, hogy ők komolyabb szerepet vállalnak itt majd a következő években. A karantén következtében elképzelhető, hogy a Fidesz sem fog semmiféle feladathoz jutni? Ez elképzelhető, igen. Ez teljes mértékben elképzelhető. Reméljük, hogy ez így be lesz változás, mert én nem egészen értem, hogy erre mi szükség van. Főleg annak fényében, ahogy már beszéltünk egy korábbi műsorodban, vagy lehet, hogy máshol beszéltünk róla, hogy most ugye Magyarországon ne felejtjük el, hogy 2010 óta kétharmada van a Fidesznek a parlamentben, gyakorlatilag ugye azt csinálhatnának, amit akarnak, ennek ellenére mégis az ellenzék azóta is, 2010 óta is több bizottságban elnököt ad, egyik legfontosabb bizottságnak is az elnöke ellenzék, 2010 óta a titkosszolgálatok felügyelő bizottságnak. Pedig a kétharmad miatt bármit megtehetne a Fidesz 2010 óta, és gyakorlatilag ugyanazt megtehetne, amit az Európai Parlamentben tettek. Ennek fényében azt, hogy az Európai Parlamentből irányát a magyar demokráciát, és adott a többi irányát, már azt is olvastam ugye, hogy Kövér Lászlót is magát is bírák meg többször, én eléggé nevetségesnek tartom. Értem. Kövér Lászlót is megpróbáljuk hamarosan stúdiónkba vendégül látni, és ő majd biztos elmagyarázza, hogy mi is történik. Mi lesz a következő hónapokban? Történni fog valami az Európai Unióban, vagy ilyenkor teljes leállás, kivéve, hogy nálunk a találkozók alacsonyabb szinten, de létrejönnek?
Most egy leállási időszak jön, megkezdődik a biztosok körüli keringő, hogy melyik ország milyen biztos jelölhet. Én is kíváncsi vagyok, hogy például Magyarország milyen portfóliót fog kapni, és a Orbán Viktor kormánytól kit fog majd jelölni arra a pozícióra. Ez szerintem augusztus-szeptemberben fogjuk csak megtudni. Andis, nagyon köszönöm, hogy velünk voltál. Én köszönöm szépen. További szép napot és jó hétvégét kívánok. Neked is, és vigyázz a gyerekekre, magadra. Tessék sok fiadékot fogyasztani, a picik is, meg a nagyok is. Alkoholmenteset, és sapkába járni, nehogy napszúrást kapjon. Kovács András, az Origo főmunkatársa a legfrissebbeket elmondta nekünk, és már is a híradóban vagyunk, úgyhogy kollégáim indítják az előre elkészített híradót, ezzel a kiegészítővel kezdtük, és akkor most jöjjön még annyit, hogy nagyon kellemes hétvégét önöknek, Shabbat Shalom, fogadják szeretettel a pénteki műsorainkat. Péntek, szombat, vasárnap is vannak híradóink, de ha valami nagyon fontos dolog történik, adásunkat megszakítva élőbe fogunk jelentkezni. A program szerint velem legközelebb hétfő reggel találkoznak újra élőbe. Kellemes hétvégét, Shabbat Shalom!